Üdvözlöm Önöket a heti garázsban! Ezen a héten egy igazán érdekes teszttel készültem Önöknek. Egyrészt ismételten kaptunk tartós tesztre egy Mazdát, méghozzá egy ezt a CX-3-ast, ami nem egy új modell, de annó, mikor teszteltük az 1.5-ös dízel változatot, annyira nekem nem tetszett, aztán 2 literes benzinesből is járt nálunk, és akkor úgy gondoltam, hogy milyen jól lenne kipróbálni a legjobb árérték arányú modelljüket, és ez konkrétan az. És most nem egészen ezért jöttünk el erre a helyszínre forgatni, hanem azért, mert miközben megkaptuk ezt a kis szépséget, eljutott hozzánk egy Kia Niro is, ami hát kicsit nehezen behatárolható, hogy ennek a vetélytársa, vagy az egyen nagyobb CX-5-nek a vetélytársa, gyakorlatilag pont kettő közé lőtték be. Ami a legfőbb érdekessége a Niro-nak az, hogy ez egy full hybrid autó, és azt gondoltam, hogy egy kicsit így össze lehetne hasonlítgatni, hogy az az a modell, ami igazából tetszik nekünk, tehát ennyit azért már elárulhattam, és ami nagyon-nagyon jól teljesít a magyar piacon, tehát gyakorlatilag lehetetlen ilyet venni, azt hiszem, ha 6 hónapos várakozási idő van, ahhoz képest, hogy teljesít egy ilyen full hybrid, gyakorlatilag a Kia-nak egy teljesen új piac, ugye a Sportage ez egyen nagyobb, azokat is már teszteltük, most ők is lefelé elkezdtek lépgetni, gyakorlatilag majdnem ez a legnépszerűbb most a modell a gyártó között, mindenki ilyen modellt szeretne gyártani, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis összehasonlítás lesz, ugye teljesen más hajtáslánc, teljesen egy picit más méret, és azt gondolom, hogy már ránézésre is mondhatjuk, hogy más a formavilág. Talán kezdjük a Mazdával. Nekem ez nagyon tetszik, és azt kell mondanom, hogy igazából a hölgyeknek nagyon tetszik, kicsit meg is örülnek tőle. Azt gondolom, nagyon sokat beszéltünk már a Kodo dizájnról, ez az egyik legszebb darab azok közül is. Nagyon eltalált orrésszel, azt gondolom az összes vonala nagyon szép, kellően kigondolt vonalak ezek. Igazából nekem a hátulja nem tetszik annyira, tehát ha hátra megyünk, azzal van egy kis bajom, ez nagyon szép törés benne, de valahogy amikor így hátulra odaérünk, mintha elfogyott volna a lendület. A lámpája meg tetszenek, de amúgy más nem. Nagy összességében mégis azt kell mondanom, hogy ez egy gyönyörű autó. Ehhez képest ugye a Niro körvonalával is egy sokkal ilyen puffibb dizájnt kapott. Azt már megszokhattuk, hogy a Hyundai-Kia párosban a Kia az inkább most már sportosabb vonalat képviseli, de valahogy nekem erre az autóról nem az jutna eszembe, hogy sportos. Főleg így, hogy ott áll mellette ez a Mazda. Kicsit furcsa lámpák, kicsit ilyen bumszli orr, alapvetően szép a tetővonala, de itt is ugye nagyon egyenesek a vonalak. Tehát amit látunk a Mazdán, hogy szépen az oldalvonal lejt, itt semmi. Itt gyakorlatilag full egyenes minden, és egy icipicit szögletes a hátsó, úgyhogy az egész egy ilyen nagyon furcsa egyveleg nekem. Azt kell mondjam, hogy az óra még talán tetszik is egy kicsit, oldalnézetből semmilyen, hátulról meg kifejezetten nem tetszik, hogy egy ilyen, ha a forma világot veszik alapul, akkor azt gondolom, hogy a Mazda mindent visz. De ugye ez a kategória nem feltétlen csak erről szól, úgyhogy talán nézzük meg, hogy a Mazdában mekkora hely van, mert itt azért el kell árulnom, hogy a Kia-nak lesznek pozitívumai. Ha beülök egy ilyen kis CX-3-asba, akkor azt kell mondjam, hogy a szokásos Mazda belső fogad engem, a műszerfalak 2-esből is ismerős lehet. Szerintem szépek az anyagok, az abszolút minden kézre áll. Ami engem zavar, hogy icipicit szűk, de talán ezzel meg is lehet barátkozni. És itt nagyjából más részben nem is vesznék el, nagyon kényelmesen beletállítani, egyébként a vezető szempontjából ez egy jó hely. A rám állított első ülés mögött már nem annyira rózsás a helyzet, talán a régi tesztek, ezt már egy kicsit ki is elemeztük, hogy itt azért én onnettesen férek el, láthatják, pont beleér a térdem a első ülésbe, a tetőbe is pont beleér a fejem, és az egész, hát nem nekem van kitalálva, de nézzük úgy, hogy a hölgyeknek ez ilyen gyerekes kis autó, és akkor a gyerekek hátul simán elférnek, de a másik, ami ugye nagyon fontos lehet, az a csomagtartó. Nekem kicsit zavar, hogy ilyen magasra fel kell emelni a csomagokat, és az is, hogy a csomagtartó nem túl nagy, de egyébként van benne egy kis elválasztó, ami ilyen furcsán ki lehet venni. Tehát, hogy ez ilyen, mindegy. Viszont így két szintre be lehet állítani, hogy melyiket akarnánk, de szerintem mindenki legalóra fogja rakni, mert így se túl nagy. Azért mutattam meg ezeket, hogy ehhez képest nézzük meg, milyen a Kia Niro. Ugye, ami már mondtam, hogy kategóriában egy kicsit azért másabb, nagyobb, és ez így éreztetni is fogja itt a hatását. Első körben, ha beleülök, kicsit magasabban ülök. Ami nem biztos, hogy baj, sőt, szerintem sok embernek jó dolog. A műszerfal nem annyira nyomasztóan rajtam van, nem egy ilyen sportos érzés, én azt jobban szeretem, de hogy igazából itt is minden rendben van, és a vezetési pozíciót szerintem tökéletesen be lehet állítani, de nem is ez a lényeg, hanem ha hátra ülök ugye magam mögé, már látszik, hogy itt nagyobb a hátsó ajtó, és ugye a nagy különbség az itt fog kialakulni.
Míg a Mazdában ugye hozzáértett érdem az ülésekhez, itt gyakorlatilag teljesen kényelmesen elférek, sőt, még egy picit lejjebb is csúszhatok az ülésben. Szerintem ez így nagyon jó, és ugye a másik nagy különbség, hogy itt az öklöm befér a fejem fölé. Tehát nem az van, hogy egy úthibánál kifejlem a tetőt, hanem teljesen kényelmesen el lehet férni. Egyébként szélességben is úgy érzem, hogy ez egy tágasabb dolog. Úgyhogy bármennyire is azt állítják erről, hogy ez egy kis autó, azt gondolom, hogy ilyen 4 felnőtt számára is egy tök optimális méret. És ha már a csomagtartót is mutogattuk a Mazdánál, ezt is érdemes megnézni. Talán már most látszik, hogy mennyivel alacsonyabb van ez a perem. És itt a maga rész nem egy ilyen nagyon nagynak látszik, de itt is vannak azért alatta rekeszek. Ha jól emlékszem, 467 literes csomagtérről beszélünk, ami önmagában nem egy borzasztóan ijesztő adat, viszont szerintem nagyon jó dolog, úgyhogy ezt egy hibrid autóval valósították meg, úgyhogy az akkumulátorok még valahol itt elfértek. Tehát ez is nagyon tetszik, azt gondolom, hogy egy teljes értékű autóról beszélhetünk, de talán nem ezek kellenek, hogy döntsenek. Ugye a dizájnról beszélgettünk, ízlésről, meg pár centiről. Nekem sokkal fontosabb, remélem a vásárlóknak is, hogy milyen ezekkel az autókkal menni. Ugye a CX-3-asról már tudjuk eddig is, hogy egy sportosabb, egy kicsit keményebb futóművel, miközben a Niro valami más. De nézzük meg, hogy mi az a más. A CX-3-asról már nagyon sokat beszélgettünk és mutogattam, úgyhogy csak egy ismétlésnek, egy gyors ismétlésnek így elmentünk kipróbálni gyorsan ebbe a 2 literes szívómotor, van ugye ez az új SkyActiv technológia, amivel akár 5 liter alatti fogyasztást is lehet produkálni, de akár 8-at is, tehát ez tényleg ez is vezetéstől függ. Viszont amiről beszéltem, az az érzés is tényleg megvan ebbe az autóban. Kicsit sportosabb a futóműve, picit jobban ráz, mondjuk én ezt szeretem, tehát nem azért mondom, ez számomra negatívum. A kormányzása is egy picit sportosabb, és összességében minden egy Mazda MX-5-re hasonlít. Tehát, hogy nem véletlen, hogy azt régebben nagyon erőltették, hogy ilyenek legyenek ezek az autók. Ugye manuális váltó van benne, az főleg nagyon jó a kapcsolási érzet, 6 fokozatú váltó van. Talán az egyetlen negatívum, hogy mivel ez egy 2 literes szívómotor a mai turbós korszakban, valahogy a rugalmassága nem annyira meggyőző. Ugye megszokhattuk már, hogy az ember odalép 2-3 ezeres fordulaton, és ezek a kis turbomotorok már akkor tolnak, és akkor hú, de jó érzés. Kicsit olyan könnyedebb vele menni, ezt azért ahhoz pörgetni kell. De minden más tekintetben azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó autó, tehát nekem továbbra is nagyon tetszik. Ezekről a dolgokról majd tényleg a tartós tesztben, amikor már tényleg több hónapig használjuk, akkor beszélgessünk. Viszont nagyon érdekes lesz ezután kipróbálni egy olyan autót, ami ugye teljesen más technológia. A Niroban hibrid hajtás van, ott is egy benzines szívómotor, de ott csak egy 6-os, ehhez van egy elektromotor társítva, egy picivel erősebb így összteljesítményben, de az egész egy másról szól, ugye ott a automata váltó is van, dupla kuplungos automata, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek az milyen. Már az első pillanatban érződik, hogy a nyomasztó különbség, már ilyen motorsportos embernek, mint én vagyok, egy kicsit nyomasztó, hogy gyakorlatilag full csöndben araszolunk. Ugye, ahogy már mondtam, ez egy hibrid autó, egy 6-os GDI motor van benne. Miközben ez az Atkinson ciklus, ugye, ami a Toyotákban is megszokott, ugye a fogyasztásra optimalizált. Nem egy őrült nagy akucsomaggal felszerelt plug-in hibridről beszélhetünk, hanem ez a klasszikus hibrid, mint amilyen a Prius például, a Toyota Prius. Rá segít az elektromos rész, ugye mindig visszatöltöget, de nem tudjuk külső konnektorról tölteni, úgyhogy ilyen szempontból ugye zöldenet számot se kaphat. Tehát ez már valami egy kicsit a régi kor gyermeke, de azért mindig modernnek számít, de igazából a gyártók már nem ilyeneket fejleszgetnek vagy gyártanak, ettől függetlenül nem mondanék rá semmi rosszat. Egy kicsit talán egy kiforrottabb is, mint a Toyotának a régi Priusai. Ebben a rásegítésben, ugyanis amikor odafigyeltünk rá, vicces fogyasztási értékeket is sikerült vele elérni, a kollégám 1.9-et is elért, ami kicsit nekem hihetetlen, persze ez lefele a hegyről, de ha nem figyelünk oda, akkor is egy ilyen max 7 liter, ami a normális, és ilyen 5 literre le lehet járkálni. Az furcsa, hogy nekem egy icipicit talán hangos ez a motor, ugye közvetlen befecskendezéses, talán azért egy picit ilyen csörgősebb hangja van. Minden más pedig nagyon rendben van, ugye a ellentétben a CVT váltós hibridekkel, ebben dupla kuplungos váltó van, és sokkal barátibb, így valahogy így közelebb helyezi a vezetési élményt hozzánk. Szép csendben teszi a dolgát, de valahogy ilyen kiszámíthatóbban, jobban, finomabban. Nekem ez nagyon tetszik, én nagyon nem szeretem azt, amikor egy ilyen régebbi hibriddel gyorsít az ember, és bőg a motor 5000-es fordulaton. Ez ugyanúgy váltogat, tehát olyan, mintha egy tényleg egy normál benzinesbe ülnénk, aminek egy kicsit kedvezőbb a fogyasztása. Érdekes módon a
A kormányzás egy icipicit furcsa, de a futóműben egyébként nem érnek olyan nagy látságot, tehát ez is talán egy picit keményebb irányzat, mint amihez talán szoktunk, úgyhogy ilyen szempontból nekem tetszik. Az biztos, hogy sokkal tágasabb maga az érzés, egy kicsit olyan egyterűsebb érzés van benne, persze ezt nagyon idézőjelbe vegyék, hiszen azért nagyon messze van egy egyterűtől, csak a CX-3 után egy ilyen nagy térben ülünk. A felszereltség pazar, egy csomó mindent ugye a kormányról tudok vezérelni. Nekem furcsa, hogy ehhez képest a kormányfűtésnek itt van lenne gombja. De például az üléseket lehet fűteni és szellőztetni is, ez is tök jó dolog. GBL hifi van benne, ez a kérintőképernyős középső multimédiás egység is jó pofa. Egy kicsit lehetne jobb már a kijelzője, főleg egy ilyen modern autón, azt gondolnám, hogy minden egyes eleme modern. A középső kijelző is ugyanezt elmondható, ott is sok mindent meg lehet mutogatni az embernek, de ott is talán egy icipicivel modernebb kijelzővel jobban szeretném. De összességében mégis azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jó kisugárzási autó, anyagminőségben talán nem ott tartott, mint a Mazda, legalábbis ez a modell. Egy kicsit kemény némelyik műanyag, furcsa, főleg ez a fehér rész itt, de összességében nagyon rendben ez az autó. Ha megnézzük az alapárat, az 6,9 millió forint, és mikor az ember felszerel egy ilyen Niro-t, azért el tud szabadulni ez az állista, egész ilyen 10 millió forintos értékig is. Azt gondolom, hogy az már nagyon sok pénz érte. Fogyasztásban nincs ördöki különbség, tehát hogy mondtam, hogy a CX-3-asra tudunk vicces értékeket elérni, ez azért kevesebbet fogyaszt, kb. Azonos körülmények között, azonos vezetési stílus mellett egy ilyen kb. 1 literre kevesebbet fogyaszt, de cserébe jóval drágább is. Maga a vezetési élményben persze van különbség, az a világ, hogy a CX-3-asnak a kicsi sportosabb világa hozzá közelebb áll, de azt kell mondjam, hogy valószínűleg egy csomó ügyfél számára, aki ilyen autót akar majd venni, inkább a Niro fog közelebb állni, ezzel nagyon kényelmesen lehet suhanni, tényleg szépen teszi a dolgát, míg a Mazda egy picit rázósabb, kicsit szűkösebb, és itt ha már szűkösséget emlegetem, azért ez a plusz térkínálat azért ez fontos, hogy van, és tényleg nagyon jó, hogy a csomagtartó is egy kicsi. Úgyhogy összességében persze drágább autó a Niro, de azt gondolom, hogy bizony szempontok szerint azért jobb autó is. Nem biztos, hogy az én szempontaim szerint, de mégis ez egy jobb autónak tűnik. Ugye nagyon nehéz behatárolni, még nem is mondanám azt, hogy ez a CX-3-asnak a konkurense, hiszen ez egy nagyobb autó, de ugye a Sport így már egy ilyen nagyobb, és igazából azt lehetne valahogy a CX-5-tel. Nagyon furcsa most, ahogy belövik a márkák ezeket a modelleket, kicsit összemosódnak már ezek, hogy melyik modell, melyik kategóriába tartozik. Összességében mégis talán a CX-3-osra érdemes volt hozzámérni, hiszen egy CX-5-hez képest már egy kicsi autó lenne ez. Tényleg a méretosztályt figyelembe véve, ez azok között nagynak számít. Azt gondolom a hátsó térkínálatra kifejezetten büszke lehet. Motorban, meg a hajtás rendszerében maga a technológiára büszke lehet. Én talán egy picivel többet még el tudtam volna viselni, ugye egy 141 lóerős összteljesítményről beszélünk, de semmilyen kiugróan nagy adat nincs, sem gyorsulásra, sem végsebességre. Persze nem szágulni kell ezekkel az autókkal, de mégis egy picit rugalmasabbat talán el tudtam volna képzelni. Lehet egy 2 literes szívó benzineshez kellett volna az elektromos motort társítani. Summa summarum, annyit mondtam már ezeket a dolgokat. Azt kell mondanom, hogy a Kia Niro egy jó autó lett. Formailag van nála szebb autó, legalábbis számomra, főleg ha farát nézzük. Praktikumban teljesen rendben van, azt gondolom felszereltségben is az ember el tudja egy olyan szintre vinni, ami már akár egy prémium szegmensnek is a lécét veregeti. Nagyjából nem lehet ebbe az autóba belekötni, teljesen kellemes élettárs, kis szabadidő autók között még a belső térkínálat és csomagtartó is rendben van. Talán egy kicsit a árával lehetne játszani, akkor azt még el tudnám viselni, de Isten igazából azt kell mondjam, hogy a Niro is így elsőre meggyőzött. Senkit nem beszélnék róla, ettől függetlenül én maradok a CX-3-asnál.